Szép jó reggelt kívánok ebben a gyönyörű nevadai napsütésben. Az UH1H Huey van ülök éppen, és gyorsan vegyük át, hogy mi volt található a helikopter kezelő felületén, ugyanis elég sok minden található itt. Kezdjük azzal, hogy mi van a pilóta fülkében. Itt egy ajtó, a másodpilóta, két gunner, jobb és baloldali ajtólövészek, és a shift P, jobb shift P megnyomásával eltüntethetem, illetve előhozhatom a testét, úgymond a ide vetített testüket a pilótáknak. Ha szeretnénk látni, ahogy húzigálja a botkormányt, meg tologatja a pedálokat, akkor itt hagyhatjuk, engem picit zavar néha, úgyhogy én ki szoktam kapcsolni. Na. Jó. Kezdjük, induljunk innen föntről, ez a biztosíték tábla, itt van a radar magasságmérőnek a bekapcsoló gombja. Most egyelőre békén hagyjuk. Világítás, a kapcsolók itt fönt, mindenféle világítás kapcsoló. Voltméter szelektorok, main power, tehát főáram, ilyesmi. Ez itt a célzó berendezés, ezt le lehet hajtani majd külön. Nincs hádja a Huey-nak, tehát így majd ezzel fogunk célozni, hogyha bejön, illetve a másodpilóta ezzel. Na most mindenféle kijelzőt, meg érzékelőt lemásoltak itt is, meg a másodpilóta előtt is, tehát ebből ketté van összesen. Azokon mindjárt végig megyünk. Középen benzinnyomás, illetve kerozinnyomás, kerozin mennyiség, ugye ez a mennyiség, ez a nyomás, motorolaj nyomás, motorolaj hőmérséklet, váltóolaj nyomás, váltóolaj hőmérséklet, feszültség és ingadozás mérők a generátorokhoz. Na, így most jó. Alacsony magasságmérő, illetve hogy ez egy magasságmérő, és itt beállíthatjuk, hogy mikor szóljon, ugye 100 lábonként piszkálódik, vagy ugye tehát ez 200 láb itt fent, és lehet letesztelni. Rotor forgási sebesség, forgatónyomatékmérő, gázproducermérő, kipufogómérő, sebesség, ADI, avagy Attitude Direction Indicator, tehát az, hogy milyen irányba, milyen szögben áll éppen a repülőnk a vízszinteshez képest. HSI, tehát milyen Heading Status Indicator, merre nézünk, merre van az észak, merre van a dél, és merre van a következő waypoint. Itt lesz majd egyébként látható az, hogy hova megyünk, hova jövünk. Vagy a vízszintes sebesség mutató, tehát az, hogy mennyire süllyedünk, vagy emelkedünk. Ez egy magasságindikátor, egy óra. Ez lesz majd a mindenféle rádió kommunikátor, kommunikációs eszközöknek a mutatója, hogy merről lehet hallani a rádiót, illetve merről hallja. Marker beacon, beállítók, egy iránytű, fordulásmérő, és akkor menjünk tovább. Itt lent van egy csomó ugyanilyen AC, mi ez biztosíték? Jó, azt mondja, hogy kicsit ide, így. Fegyver beállítások, countermeasures, tehát flare, meg ilyenek. Ez egy ADF rádió, ez egy FM rádió, ez egy UHF rádió, ez egy VHF rádió, ez egy navigációs, kommunikációs rádió, ez a panel a motorral kapcsolatos dolgok, tehát mint látható main fuel switch, tehát a fő benzincsap nyitója,
meg a governor switch, ups, az is majd kell nekünk. Illetve hát elvileg mindig autóra van rakva, és mindig autónk kell, hogy legyen. Illetve egy... mindjárt mondom. IFF, tehát barát vagy ellenség indikátor. No. Ez a Master Warning Panel. Itt fogok látni majd mindenféle dolgait, amit visszajelez a repülő. Defrost kapcsoló, ez annyira nem is működik egyébként, tehát nincs beintegrálva, de itt van, hogyha érdekel valakit. Illetve egy a chip detektornak a kapcsolója, a trim és a hidraulikus rendszereknek a kapcsolója. Jó, nagyjából így néz ki bentről. Ez kintről viszont szépen fel van fegyverezve, most éppen úgy egy olyan küldetést töltöttem be, amit aztán utána kicsit megpiszkáltam, hogy legyen benne, mert elméletileg ez csak egy normális A-ból B-be elmegyünk tréning küldetés, de én most beraktam nekik, hogy legyenek fegyverek is, hogy lehessen látni, hogy néz ki. Ugye kintről elég egész egyszerűen látni, vihetünk két darab 19-es irányítatlan rakett podot jobb és baloldalt, egyet, illetve vihet a door gunner, tehát az ajtóban álló úriember jobb és baloldalt egy-egy 762-es minigent, illetve ezen kívül még fel tudunk szerelni egy pilóta vagy kópilóta által irányított 762-es ugyanilyen minigent jobb és baloldalra. Ugyanezt lehet egyébként lecserélni M60-asakra is, hogyha szeretnénk, de nem szeretnénk, mert illetve az elsőket nem, az oldalsókat igen. Jó, nagyjából ennyi az alapjaia, hogy néz ki, mihol található a pilóta fülkében. Kettessel, hármassal, négyessel tudunk váltogatni, tehát az 1-2-3-4-jel tudjuk váltogatni az üléseket. Most éppen a hátsó ülésen ülök, ahol semmiféle nincsen, semmiféle mi ez. Tehát semmi dolgot nem tudok csinálni vele, de a 3-as és 4-essel elvileg a két oldalsó gunnert kéne, hogy tudjam irányítani, amit most valamiért beragadt nekem. Tehát elvileg itt kéne, hogy üljek és lássam célozni a fegyverrel éppen. Nem tudom, hogy miért ilyen hülyén adja be. Nem mindegy is. Szóval nagyjából ennyi. Ennyit az ismerkedésről, és akkor a következő videóban megnézzük az elindítását. Sziasztok!